A YouTube 2020. októberében bevezetett egy új funkciót, ami a YouTube Shorts névre hallgat. Ez a funkció elsősorban Indiában volt elérhető, illetve külföldön elérhető. Magyarországon még nagyon próba verzióban fut, és nem is nagyon tudnak róla a magyarok, hogy létezik ilyen dolog. Úgyhogy megcsinálom az első magyar nyelvű YouTube Shorts videót. Fogadjátok szeretettel az intro után bele is csapunk, és A-Z-ig jellemezzük, hogy mi ez a Shorts videó, miért jó neked, és hogyan csinálod. Nos, hát a YouTube Shorts az ugye a TikToknak lenne a konkurenciája, tehát már rögtön az első dolgot fel is írhatjuk, hogy 16-9, mert akarom mondani 9-16-ban készülnek ezek a videók, és maximum 1 percesek lehetnek. Ezt jelenleg feltöltheted a YouTube bármelyik felületén, tehát mobilon is, feltöltheted gépen is, és előbb-utóbb ezek bekerülnek a YouTube Shorts rendszerébe, ami egy ilyen TikTokhoz hasonló felület. Nos, még azt kell tudni, hogy jelenleg mi nem tudunk az applikációból direktbe YouTube Shortsot feltölteni, viszont hogyha mondjuk a hashtag Shorts dolgot alkalmazzuk, vagy a címbe, vagy a leírásban, akkor beemeli a YouTube, de én azt vettem észre, hogy ez nem feltétlen szükséges, tehát ha a megadott paramétereken belül töltött fel a videót, akkor a YouTube előbb-utóbb érzékelni fogja, hogy ez egy Shorts videó, és elkezdi kiajánlani. Nos, hát hogy néz ki ez a kiajánló rendszer? Tök random az egész, tehát nekem van olyan videó, amit a mai napig nem kezdett el kiajánlani, és van olyan, amit így 24 órára egy akkorára dobott, hogy hihetetlen. Egyébként az Analyticsbe is eléred, YouTube Shorts néven, vagy rövid videók néven találod meg ezt, illetve a csatornádon is egy külön szekciót, a rövid videók szekciót hozzá tudod adni a csatornához, ezáltal egy új felületet kapsz a YouTube-on, mutatom is, ezek gépen nem lesznek elérhetőek, viszont mobilon megjelennek, úgyhogy mobilon meg tudod őket nézni. Nos, nagyjából így körülbelül ennyi. Indexkép. Az indexkép kérdés nagyon egyszerű, hiszen ha feltöltesz egy videót, akkor a YouTube alapból kiválaszt 3 indexképet. Nos, a Shorts videók esetén ez úgy működik, hogy amit ő kiválasztott, az első indexkép, az lesz nyilván a fő indexkép. Ezt nem tudod átállítani sajnos, viszont ugye ezek a videók megnézhetőek a feltöltéseid között, a feltöltéseidnél pedig, hogyha megjelennek ezek a Shorts videók, akkor nyilván oda viszont be tudsz állítani egy indexképet. Ami még hátrány, amit észrevettem, hogy 480p-ben jelennek meg még jelenleg ezek a videók, úgyhogy ha a hagyományos YouTube nézőkében nézed ezeket a videókat, akkor kicsit rossz minőségűek, viszont hogyha a Shorts nézetbe nézed, akkor ugye rendes minőségűek, és ami még fontos, hogy kétfajta Shorts videó nézési lehetőséged van. Az egyik a hagyományos YouTube rendszere, ami például itt a feltöltéseimnél is látható, tehát rámész a videóra, mint egy hagyományos videó, úgy nézed meg az egészet, ilyenkor monetizálható is a tartalom, tehát megjelenhetnek benne reklámok. A másik pedig a Shorts YouTube nézet. Ez a nézet nem monetizálható, tehát itt nem fognak megjelenni reklámok, és a TikTokhoz hasonlóan felfele swipe-olva tudunk görgetni, úgyhogy ez a két nézet van, így tudjátok megnézni a Shorts videókat. És hogy miért jó ez nekünk? Tudunk olyan tartalmakat gyártani, amik rövidek, egyszerűek, ütősek, frappánsak, és mondjuk a TikTok helyett feltölteni ide, vagy feltölteni ide, és TikTokra is. Nem árt, ha eredeti tartalmat töltünk fel, tehát ne a TikTok videónkat rakjuk fel TikTok logóval, mert az kicsit gázos, és szerintem az algoritmus előbb-utóbb ki fogja ezt szűrni. Szóval ez egy remek hely, hogyha tényleg voltak olyan témáid, mondjuk, amit egy percben meg tudtál volna mutatni, de eddig nem volt rá valahogy alkalom, akkor ezt most így meg tudod tenni. Úgyhogy igen, a másik pedig ez az ajánló rendszer, ami elvileg nagyon megdobja a videók nézettségét. Láttunk külföldön rengeteg példát, ahol ilyen milliós, meg milliárdos megtekintéseket szedtek össze. Nyilván ez témafüggő, és nyilván ez országfüggő is, hogyha adott trendet lovagolsz meg a Shorts videókkal, akkor tök könnyű befutni velük, hogyha viszont úgy csinálod, mint én, akkor valószínűleg nem fognak befutni ezek a videók. Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni. Én Szabó Viktor voltam, mostanában foglalkozok YouTube tippekkel, úgyhogy ha szeretnél még több ilyet, akkor iratkozz fel, illetve nézz szét a csatornán. Ha pedig kérdésed van a YouTube Shorts videók kapcsán, akkor dobj egy kommentet, és linkelem a végén az én Shorts videóimat is, úgyhogy csekkold őket. Köszi! Hello!